Tárcsán sülnek a finom húsok, Bonyhádon a Tarka Fesztiválon. De nem csak ilyen módon készítették ezen a napon a marhát, voltak, akik pörköltnek, ragunak vagy akár gulyásnak főzték meg bográcsban. A rendezvény második napján délután minden korábbinál többen 700-an vettek részt a főzőcskén. Nem csak a településről, hanem az ország távolabbi részeiről is érkeztek vendégek. Nálunk egy babgulyás, ott mindig egy pörkölt alapból indul, és akkor vagy egy pörköltből, és utána egy bableves össze van öntve. Most ugyanúgy csináltuk egy marha pörkölt, fölhigítva, és akkor belekerült a zöldség, illetve a bab. És így készült el. Régi, hagyományos fűszerezettséggel, semmi extra nincs benne. Aki szereti tejföllel, egy szelet kenyérrel szerintem ideális. A főzőversenyen 60-an indultak. Még Bonyhád testvérvárosából, Madéfalváról is érkeztek nevezők. Nekünk a Bonyháddal, Bonyhád egy részével közös történelmünk van, hiszen ugye a madéfalvi veszedelem után Bukovinában menekült székelyeket telepítették ide, úgyhogy nekünk tényleg testvéri kapcsolatunk van az itteni közösséggel. Persze ettől függetlenül, hogy kinek mi a származás, akik a felmenői, mindenkivel jó kapcsolatot ápolunk, és évente kétszer-háromszor járunk egymáshoz, úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy nagyon aktív kapcsolat van a bonyhádi önkormányzattal, részt veszünk egymás ünnepein. A második napon is nagy tömegek voltak kíváncsiak a fesztivál programjaira. A főzőcskében soha nem látott létszámmal jelentkeztek a csapatok, egyszerre közel 700-an főztek, én erre nagyon büszke vagyok, mert nem csak baráti társaságú családok neveztek be idén, hanem több cég is a dolgozóival közösen együtt egy ilyen csapatépítésként vesz részt ezen a fesztiválon. A fesztivál nevéhez híven egy nagyon tarka forgatagban vehettek részt az odalátogatók, finom ételeket ehettek és hangulatos koncerteket hallgathattak meg. Az este fénypontjaként pedig Molnár Ferenc karamell lépett fel.